Kedves nézőink, ha péntek, akkor víkend. Az újfehértói zema ékszerek már nem csak megyénkben, hanem országosan is ismertek és elismertek. Nemrég ugyanis kiemelkedő nemzeti értékeink közé kerültek, erről beszélgetünk nem sokára, de itt lesz velünk Friedrich Noémi, Zakariás Máté színművészek, jövő heti ősbemutatójuk kapcsán. Speciális domborművekről is beszélgetünk, ezek mellett pedig izgalmas swing koncertet és egy családias sportversenyt is ajánlunk majd önöknek. A stúdióban itt ül velem szemben Papp Erzsébet, a Zema Porcelán Manufaktúra kreatív igazgatója. Jó estét! Időbe. Köszöntelek nagy szeretettel. Hát nekem a szívem csücske az általatok megálmodott ékszer kollekció, gyakorlatilag szinte nincs olyan darab, ami számomra ne lenne kedves, és ne találnék benne valami szépséget. Köszönjük. Egy olyan kiemelkedő manufaktúra vagytok, azt gondolom, akik nem csak a művészetben hisztek, hanem valahol a tradicionális magyar motívumokat is beleálmodjátok ezekbe az ékszerekbe, és itt a konfba azt mondtam, hogy országosan, én azt gondolom, hogy lassan ezt most már világméretűre is kiterjeszthetjük, ugye hála mondjuk akár az internetes vásárlásnak. Reméltétek azt, hogy ekkora sikereitek lesznek, amikor elkezdtetek így álmodni? Természetesen reméltük. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki elkezd egy dolgot a szívéből igazán csinálni, akkor nyilvánvaló, hogy nagy tervei vannak vele. És mivel nekünk ez egy családi vállalkozás, nagyon sokan vagyunk benne, a család tagjai maga is, és az alkalmazottunk ugye nem sok, mert 12-en vagyunk összesen, de azért már ez az a csapat, aki már felelősséggel tartozunk, és ők is a márka felé. Tehát itt már olyan dolgok is vannak a háttérben, hogy ezt már nem lehet rosszul csinálni. Nem szabad rosszul csinálni. Nagyon sok fesztiválon, divat bemutatón is ott vagytok, tehát tényleg hazai kulturális rendezvényeken, úgy tudom, nem régiben a múzeumok éjszakáján is bemutatkoztatok, és nem csak Nyíregyházán a megyében, hanem az ország számos pontján. Mik a legszebb elismerések, amikor tényleg kontaktusotok van azzal a publikummal, akik viselik az ékszereket? Hát a termékeknek hála, azért ugye, ahogy mondtad is, elég nagy népszerűségnek örvend már az EMA, és amikor egy-egy vásárló, vagy volt vásárló, vagy leendő vásárló bejön, és ámulattal néz az egy-egy darabot, és nem akarja elhinni, hogy ez tényleg kézzel készül, hogy ez magyar termék, hogy ez porcelán. Tehát amikor ezek mind felvetődnek bennünk, és ugye dicsérettel fordul felénk, akkor egy picit mindig úgy érezzük, hogy érdemes dolgozni, érdemes ezért a dologért küzdeni, holott nagyon-nagyon sok nehézség van, főleg ugye a mai helyzetben nagyon sok akadálya kell megküzdeni, de azt hiszem, hogy van miért. Amikor elkezdtettek alkotni, akkor nyilván volt egy-két ötlet. Mára hány termékcsalád van, vagy hány féle design ezzel a névvel fémjelezve? Hát azt meg kell mondjam, nem tudom. Tehát ezt nekem is megszámolom, hogy hányféle darab van, mert ugye kollekció az egy dolog, hogy van mit 30 kollekció, de egy-egy kollekción belül ugye nagyon sokféle termék van, vékonyabb karkötő, vastagabb, az már máshogy néz ki, ilyen medál, olyan medál, tehát nagyon-nagyon sokféle szortiment van egy-egy kollekción belül, úgyhogy én meg sem tudom mondani, hogy hány darab típus van összesen, és nem beszélve arról, hogy van most már egy úgynevezett royal csoportunk, amiből legtöbb esetben egy darab készül, de a legrosszabb esetben is összesen öt. Tehát ezek olyan kuriózumok, hogy akár gyűjtőknek is, mert már ilyenek is vannak, akár gyűjtőknek is ez a vágya, hogy mindegyikből szerezzen egy darabot. Tehát igazából ezt meg sem lehet mondani, hogy összesen hányféle termék készül. És ugye vannak a tradicionális minták, vagy akár a picit absztrakt, a minták, amellett viszont az ékszerek egyik különlegessége, hogy képzőművészeti alkotások is föltűnnek rajtuk. Ugye az első volt a Csontvári kollekciótok. Az első a Szász volt, Szász-Szendre kollekció volt, aztán következett a Van Gogh és a Csontvári, az szinte egyszer egymás után, hiszen egy forma világra került rá ez, egy időszakban éltek kortársak voltak mondhatni, tehát a forma világ mind a kettőnek megfelelő volt. Aztán jött egy valóban kortárs képzőművész a négy évszakkal, közben egy kis színyei darab, stb. Tehát most pedig
egy reneszánsz kollekció legújabb, amiben Mátyás Korvináit dolgoztuk föl. Ez a 21. illetve a 2021-es évnek az új. A szépség reneszánsza, ez a koncepció az idén, és ezen belül van a reneszánsz kollekció maga. Gondolom, hogy a fantáziátok az folyamatosan újabb és újabb álmokat generál, és hát ugye egy picit az ékszereken túl is dolgoztok, hiszen én már láttam karácsonyfadíszt is készíteni, illetve sokan azt hiszik, hogy csak a hölgyeké itt a választás lehetőség. Azért hát, a fiúk is tudnak választani, bár lehet, hogy nem olyan széles. Sok ékszert a férfiaknak egyelőre nem gyártunk, de tervben van. A manzsetta gumok azok, amik nagy slágerek, és ebben ugye ebben is óriás a szortiment, tehát a téma, meg a színvilág, stb. Tehát nagyon sokféle van, azon kívül van férfi medál is. De itt említetted a másik témát, itt azért gyártunk mi komoly díjakat is a sport újságíróknak és más egyéb ilyen sportolóknak is, kupákat, stb., amit szintén mi tervezünk és konkrét dolgokra készülnek. Ugye, ha már itt a díjakról beszéltél, az elején említettem, de azért még egy picit nyomat értékosítsuk, hogy 2014 óta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárba kerültetek, és most a Hungarikum Bizottság pedig kiemelkedő nemzeti értékké nyilvánította az EMA ékszereket, úgyhogy ehhez szívből gratulálunk. Mik a közeljövő tervei? Hát ez egy pár hete volt ez a dolog, és ugye ez már a Hungarikum előszobája valahol, ugye ez a pozícionálás, és itt már ugye nem csak arról van szó, hogy Magyarországon kell a színvonalat és a minőséget vinni, hanem azért külföldön is olyan szinteken kell megjelennünk, ahol már Magyarországot olyan módon képviseljük, ahogy azt megérdemli. Hát szívből gratulálok, és nagyon köszönjük sok sikert kívánunk nektek. És hát újfehértói eseményekkel folytatjuk a következő percekben is. Igazi időutazáson vehettek részt azok, akik múlt csütörtökön kilátogattak a város határába, ugyanis egy gőzgéphajtású cséplőgépen mutatták be azt, hogy hogyan nyerték ki a szemeket a kalászból egy évszázaddal ezelőtt. A rendezvényt az Újfehértói Hagyományőrző Baráti Társaság első alkalommal szervezte meg. Itt még fűtik a gőzgépet. Nem sokkal később pedig már sípszó jelzi, hogy indulhat a legnagyobb erőkifejtést igénylő sportágakkal versenyző cséplés folyamata. Kévehányó, kévevágó, etető, rudashúzó, csak néhány a mára szinte feledésbe merült szakmák közül. A fiatalok is kiveszik a részüket a kemény munkából. Milyen munkát végzel itt a cséplőgépnél? Rudashúzó vagyok. Pontosan mit akar, mit csinál a rudashúzó? Hogy a pejva kiesik, és én azt hordom el. És mennyire nehéz szerinted ez a munka? Hát, nehéz. Az Újfehértói Hagyományőrző Baráti Társaság első alkalommal vállalkozott arra, hogy a több mint 100 évvel ezelőtti tradíciót bemutassa, nem is akárhogy. A mára ritkaság számba menő favázú cséplőgépet, ez a szintén különleges gőzgép hajtja. Hazánkban 1849-ben használtak először ilyen szerkezeteket. Ezek 1914-re az egész országban elterjedtek. Közben azonban megjelentek a motorhajtásúak is, melyek végül kiszorították a lokomobilokat. Szilágyi Péter hatalmas gyűjteményének egyik legkülönlegesebb darabja ez. 1919-ben gyártottak Németországban a nagymúltú Lanz-szégnek a gyárában. Hát ez ilyen családi hagyaték tulajdonképpen, felújítva van természetesen. Több mint 100 éves, ugye nyilvánvaló, hogy alkatrészek elhasználódtak, a hőszigetelése tönkrement. Érdekesség, hogy még annak idén a hőszigetelés fából készült, és majd kívülről egy lemezköpennyel takarták el. Hát egy takaros felújításon részett, de törekedtem arra, hogy minden része, ami még használható, megmaradjon eredetiben. Keveset használjuk, nyilván egy ilyen muzeális gépnél törekedni kell arra, hogy kíméletesen vegyük igénybe az ő munkaerejét, mivel az életkora meglehetősen előreadott, és hát nyilván jó lenne, hogyha minél hosszabb ideig még egyben lenne. Ezért nem törekszek én a magam részéről arra, hogy mondjuk egy kombányra fölvegye a versenyt, vagy egy traktorra. Hát egy-egy bemutatón szoktuk csak befűteni, illetve ott használjuk. Most ez a terhelés, amit kap, az egyik legnagyobb terhelés, tehát most cséplőgépet hajt ő, ugye a cséplődőnek a fordulata, ez esetben ugye ez egy emágos cséplőgép, és 1100-as fordulaton kell neki működnie, a gőzgép fordulata 160, tehát ez, aki ugye fizikából kicsit is járatos, vagy fizikában, azt tudja, hogy jó föl kellett gyorsítani,
és hát iszonyatos nyomatékra van szükség a gőzgépnél, de ezt ő lazán tudja vinni, mert ugye kettős működési gőzgépről beszélünk, a dugattyú elé, illetve mögé is beengedi a síktolatja a gőzt, ami ugye a munkaerőt biztosítja, és hát ugye ez azt jelenti, hogy minden főtengely fordulatra esik kettő hasznos ütem, ellentétben mondjuk egy egyhengeres négyütemű robbanómotornál, ahol minden második fordulatra esik egy hasznos ütem. A tulajdonos szinte mindent tud a veterán gépekről. 2009-ben ő indította el az országos gépészkovács találkozót. Akkor még nagyon kevés újfehértói gépgyűjtő, veterán gépgyűjtő volt, és én azt gondolom, mint rendezvénytulajdonos, hogy a gépészkovács találkozónak az egyik hozadéka az, hogy ma itt lehetünk, hiszen a cséplőgép tulajdonos Szabados Józsi barátunk is nagyon sokat, ha szabad ezt mondom, merített ihletet a találkozóból tőlem, tehát ugye egy kicsit fiatalabb generáció, amiben tudok én is segítek nekik, elég széles ismeretem van a régi gépekről, nem csak ezekről, hanem akár motor, kerékpár, akár autó, és akkor hát nyilván a fiataloknak segítek, és akkor azért azt büszkén elmondhatom, hogy az idén a 13. találkozón már több mint 10 új fehértói veterángép tulajdonos volt, aki kiállított. Nekem vannak lovas eszköz, bocsánat, inkább úgy mondom, hogy állati erővel meghajtott eszközök itt a lovas járgánytól a csöves kukorica darálóig. Azok általában a 19. század végén készültek, tehát 1870-80-ban készültek, vannak olyan gépeim is. Aztán stabil motorok vannak, hát nem tudok, tehát én személy szerint nem tudok közülük választani, mert mindegyik annak a kornak a lenyomata. Magyarországon úgy mondom, hogy a kiegyezés után egészen a Horthy korszak végéig igen jó állapotban volt a magyarországi gépgyártás, nagyon sok gépgyárunk volt. Itt gondolok elsősorban nagyokra, a Kühne, a Hoffer, Schranz, aztán Ganz, tehát ezek a gyárak már a Kühnét 1856-ban alapították. És az onnantól kezdve a magyar mezőgazdasági gépgyártásnak a meghatározó emblematikus gépgyára volt a Kühne. És hát most, hogyha az embernek van a tulajdonában egy ilyen masina, akkor hova tegyem értékbe? De annyit azért elmondhatok, hogy talán a gőzgép a csúcsa. Tehát azért, mert ugye a ipari forradalom ezen alapult, ugye a gőzgépeken. Egyrészt tehát elég öregek, másrészt pedig ugye a működési elvük viszonylag egyszerű, és hát én azt gondolom, hogy ez a csúcsa ennek a fajta gyűjtésnek, amit én is csinálok. Tudomásom szerint múzeumban néhány 10 darab van, úgy nagyjából tudom, ismerem őket. Magán tulajdonban meg mondjuk 10-15 között lehet valahol a darabszám. Na most itt a gőzgépnél is azért fontos azt megjegyezni, hogy ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azért van egy néhány, amiről ugye kevesen tudnak, felbecsülhetetlen érték. Én szerintem egy kicsit nagyobb figyelmet is érdemel. Például Tisza-Bercelen van egy gőzgépes szivattyú telep. Keveset hallunk róla, én magam részéről örülnék neki, hogyha arról is többet hallanak. Azok stabil gőzgépek voltak. Hát ez, ami itt látható most, ez egy lokomobil. Ugye a stabil az azt jelenti, hogy helyhez kötött, lecsavarozott gép, és akkor a kisebbek darálókat, a nagyobbak malmokat hajtottak, vagy szivattyú telepeket, lásd a Tisza-Bercelit is. Ugye a Rétköznek a belhűzét emelte ő be a Tiszába. Aztán volt a lokomobil, mint ami itt is látható. Ez a lokomobil az azt jelenti, hogy kerék van alatta, és akkor vagy emberi erővel a kisebbeket tudták helyet változtatni, vagy pedig állati erővel. Egy ilyen gőzgép körülbelül 3 tonna súlyú, és ehhez bizony abban az időben, amikor nem voltak még ilyen infrastruktúrális szinten az útjaink, ugye sárba, homokba kellett őket vontatni, általában 6 lovat fogtak elé, hogy elbírják húzni. Vagy pedig néhány ökör, mondjuk 4 darab ökör, azok elbírtak vele. Mi tegnap ide, hogy hoztuk ki, érdekességképp mondom, egy UE28-as traktorral, ami szintén ugye már veteránnak számít, magyar gyártmányú gép, Dutra UE28-as, és hát bizony az első kerékhajtást is be kellett kapcsolni, hiszen a vaskerék kicsit jobban belevág a földbe, nehezebb vontatni. A harmadik változat pedig volt a lokomotív, tehát ez volt a lokomobil, a harmadik pedig a lokomotív, az azt jelenti, hogy önerejéből képes volt a helyváltoztatásra, tehát valami egyszerű gőzgépek esetében valami egyszerű
hajtásmód, lánc hajtású, ugye a kérékre levitték az erőt, a teljesítményt, és akkor úgy tudták a helyzetét változtatni. A favázas cséplőgép is muzeális darab. Felújítását tavaly októberben kezdte Szabados József, a rekonstrukcióval pedig szinte teljesen visszanyerte eredeti állapotát. Az utolsó részben a barátok nagyon sokan voltunk 10-en, 15-en, 8-an, mikor mennyien voltunk. Mindig, amikor szóltam nekik, akkor nagyon sokan hozzá tudtunk járulni ehhez, hogy vannak között mezőgazdasági gépszerelők, asztalos munka nagyon sok volt rajta, asztalosok is nagyon sokat segítettek. Én jó magam, mint ács vagyok, én is sokat dolgoztam benne. Lakatosok, karosszériások, ezek az emberek nagyon sokat segítettek nekünk, hogy ez így lejöjjön. A cséplés egykor a legnehezebb szezonális munkának számított, mivel a 25-30 főt számláló cséplőbandák napi 14-16 órában dolgoztak a gép mellett. A lélek legrejtettebb bugyraiba visz minket az Álmok című előadás, melynek alapja Karinthy Ferenc Gellérthegyi Álmok című színpadi műve. Az Álmok egy kétszereplős kamaradarab, amely egy fiú és egy lány véletlenszerű szerelméről szól, és bemutatója augusztus 6-án lesz a Bencs Villában. Az előadás érdekessége, hogy a színpadra viteléhez szükséges szinte valamennyi feladatot a darab főszereplői, Friedrich Noémi és Zakariás Máté színművészek végzik, akik itt ülnek velem szemben. Sziasztok, és nem látszik rajta semmiféle fáradtság, sőt izgalom se, de hát nyilván ez érthető, hiszen az izgalom vonatkozásában ugyan van még egy kis idő, de amúgy meg jól palástoljátok, hogy biztos baromira fáradtak vagytok. Meséljetek egy picit arról, hogy ki álmodta meg, hogy ezt a darabot ti színpadra vigyétek. Érdekes volt igazából. Közösen álmodtuk meg, a Kriplit próbáltuk a színházba, annak a bemutatójára készültek, és akkor született meg valójában ennek az egésznek az ötlete, hogy dolgozzunk együtt, ott egy testvérpárt alakítottunk, és nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. És az volt az igazán vicces benne, hogy hát van egy nagyobb blokk az előadáson belül, amikor mi nem vagyunk a színen, de hát nyilván a próbán az ember ott van, úgyhogy ültünk a büfébe, az öltözőbe, különböző helyeken, és akkor mivel többiek éppen dolgoztak nekünk, eszünkbe jutott, hogyha ennyi idő eltelik, akkor hasznosítsuk ezt az időt, ha már itt vagyunk, és akkor kezdtünk el elgondolkodni ezen, hogy mit csináljunk egyáltalán. Az, hogy testvéreket játszottatok, az valószínűleg egyébként tényleg egy jó alapja volt annak, hogy így tűzön vízen, tehát mintha vérszerződést kötöttetek volna, és ezt véghez viszitek. Amikor ezt kitaláltátok ott a büfében ráérősen, azért számítottatok erre, hogy ez tényleg azért egy nagy kaland lesz, ennyi minden? Már csak éppen a jegyet nem szeditek, tehát tényleg mindent ti találtatok ki. Én nem számítottam arra, hogy ebből születni is fog valami. Hát... Számítottunk, terveztünk azért mindenfélével. Ami nagy előnyünk volt, hogy a színház vezetése az nagyon gyorsan megörült ennek az ötletnek, és amit így tudtak, amit képesek voltak hozzátenni, éppen ebben a helyzetben, abban maradéktalanul segítettek. Szóval hát egy ponton túl, amikor már kitaláltuk és már beszéltünk egy pár emberrel, akkor már nem volt esély ebből kihátrálni, szóval akármeddig megyünk ebben kapcsolatban, már végig kellett dolgoznunk rajta. Ez egy ős bemutató lesz, ugye, itt most a Bencs Villában, de mi lesz a folytatás? Mert ennyi energiát beletesztek egy darabba, nyilvánvalóan szeretnétek majd tovább vinni. Itt marad a helyszínen, vagy mobilis lesz, tehát bárhol bemutatható? Igen, úgy találtuk ki az egésznek a koncepcióját, hogy ez bárhol meg tudjon valósulni. A Bencs az egy remek környezet ahhoz, megteremti azt a hangulatot, ami Karinthynek az eredeti Gellérthegyi Álmok című darabjában szereplő Gellérthegyen lévő kastélyvillába menekül be ez a két ember, tehát hogy ez egy nagyon jó kiinduló alap, de abszolút úgy terveztük meg, hogy ezt lényegében, ahol van egy kis tér, és egy kanapé, meg egy szőnyeg elfér, meg egy szék, ott mi ezt elő tudjuk adni. Tehát gyakorlatilag minimalista díszletben játsszátok, és sokkal inkább abszolút. Azt gondolom, hogy maga a hatás, illetve a színészi játék az, ami bárhol megteremti ezt az atmoszférát. Igen. Hát igen, igyekszünk avval foglalkozni, amihez valamelyest értünk, tehát hogy nem kezdtünk el őrülten szcenizálni valamit. Reméljük, hogy ez jól fog elsülni.
Azt veszem észre egy pár éve, hogy gyakorlatilag így az évad, az mint olyan szinte már egész éves, tehát hogy nincs vége a munkának, gyakorlatilag vagy a fesztiválok, vagy pedig az önálló produkciók gyanánt, ugye itt van a Rózsakert, ahol szintén játszanak a színészek. Nem érzitek néha azt, hogy kellene egy kis szünet, vagy pedig a pandémia éppen eléggé kiéheztetett titeket, művészeket ahhoz, hogy most bírjátok? Hát valójában pont a pandémia az oka annak, hogy most sűrűbbek a nyaraink, hiszen most pótoljuk a szabadtéren az elmaradt, elmulasztott bemutatókat és előadásokat bérletszünetbe, tehát ez most ezért ennyire sűrű, valójában ennyire nem szokott. Na, egy picit azért az előadásról meséljünk úgy, hogy csak kedvet csináljunk a nézőknek, és ha nem is az első, de valamelyik előadáson mindenképpen ott üljenek. Hát az alaptörténet az az, hogy két fiatal a második világháború azon idejében, amikor Budapestet bombázzák, a bombák elől egy gellérthegyi villába menekül, és ott találkoznak, és ismerkednek meg, és együtt húzzák ki ezt az időszakot. És mi úgy próbáltuk ezt interpretálni, vagy egyáltalán a mostani helyzettel, tehát hogy valamilyen fajta viszonyulási alapot nyújtani akár a nézőknek, akár saját magunknak, hogy egy picit abban a helyzetben leszünk, hogy két színész a karanténba próbálja ezt az előadást. Tehát a karantén helyzet és az ilyen izoláció szituációja van kiélezve ebben a műben. Összehasonlítható egy háborús helyzet, ahol valóban az élet a tét, egy szabadságtól és sok-sok lehetőségtől való megfosztottság érzésével, amit mondjuk most nagyon sokan megéltek? Hát abszolút lehet párhuzamot vonni, épp ezért is akadt meg a választásunk ezen a darabon, mert félelmetes, hogyha mondjuk kivesszük belőle a konkrét háborús helyzeteket, akkor nem szól másról, mint két ember egy bezárt helyen, hogyan éli meg ezt az időszakot. És erre is próbáljuk a fókuszt helyezni. Ez nagyon érdekes, éppen valamelyik héten egy beszélgetés kapcsán jött ez elő, hogy igen, nincs háború, és valahol a Covid, mint hogyha ezeket az érzéseket, meg ezeket az emberi félelmeket hozná elő, úgyhogy hogy érdekes, hogy ezt mondjátok. És hát azért közben szövődik egy szerelem is időben, ez körülbelül mennyi idő, amit felölel maga a mű? Ez érdekes kérdés, mert a darab ideje az úgymond eléggé így szétcsúszik, ahogy ezt biztosan sokan is tapasztalhattuk a lezárás időszakában, hogy az idő teljesen máshogy. Igen, és máshogy ketyeg az óra. Máshogy érjük meg. Itt is egy hosszabb együttlétnek tűnő időszak van, pedig a darab írásával kapcsolatban, tehát hogy a leírásban azt hiszem egy hétről van szó körülbelül, igen. De ez egy nagyon sűrű időszak. Viszont mi az álmokban, mi nem ismerkedünk, tehát nem az az alapszituáció, hogy ez a helyzetből kifolyólag leszünk egy pár, és ennek mindenféle bugyrain átmegyünk, hanem az alapszituáció az az, hogy mi már egy pár vagyunk, egy színész pár, akik karanténba kerülnek. És akkor hogy hogyan éljük meg mi ezt már meglévő párként? Hát a nézőknek azt kívánom, mint minden előadáson, hogy hagyják, hogy az érzelmeik vezettessenek, és asszociáljanak, és könnyezzenek, vagy nevessenek, és tudjanak veletek haladni, és a bugyrokon keresztül egy katarzisba megérkezni. Úgyhogy nagyon sok sikert kívánok nektek. Köszönjük. És esetleg önkénteseket is toborzunk, hogy még itt az utolsó simításokban, ha kell, akkor segítsenek nektek az előadásban. Köszönjük, hogy itt voltatok. Kedves nézőink, a víkend első része véget ér, de érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is. Itt lesz velünk az Új Évfolysza Egyesület elnöke, Tarnai Ottóné és Zsóka néni, akivel egy speciális oktatófalról beszélgetünk. Vendégünk lesz továbbá a Nyírbátori Sárkányfutam szervezője, illetve az Orpheum Madams következő koncertjét is figyelmünkbe ajánljuk, majd maradjanak velünk. Az emberi testet ábrázoló speciális eljárással készült domborműveket mutatnak be a nyíregyházi Kálai gyűjteményben. A tapintható oktatófal
elsősorban a fogyatékossággal élők ismeretszerzését segíti majd vendégünk Tarnai Ottóné Zsóka néni, az Új Évfolyész Egyesület elnöke, valamint Bódi Bianka, a Dombor Művek alkotója. Jó estét kívánok! Sziasztok! Szia, Bianka! Kedves Zsóka néni, az Évfolyész ugye itt ebben a megyében az Zsóka néni és férje Ottó bácsi nevéhez fűződik, és én minden egyes alkalommal el szoktam mondani, hogy mennyire tiszteletreméltó az, hogy Zsóka néni még ma is minden nap dolgozik, tevékenykedik aktívan a fogyatékos emberek és gyerekek életének jobbá tétele ügyében. És most ez azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes kezdeményezés, amit a Kálai gyűjteményben láthatunk. Egyáltalán hogy jött ez az elképzelés, hogy egy ilyen oktató falat? Hát ez már előbb volt, ez vagy 2 évvel ezelőtt indult ezzel, hogy szerettünk volna csinálni valami olyat, ami a városban maradandó, hogy nem csak egy konferencia, ami elmegy, hanem ami megmarad az a 40 éves jubileumra. Mert most úgy látjuk, hogy nem vagyunk olyan biztosak, hogy ezek az egyesületek tovább meddig mennek, hogy mennek, hogy lesz-e még 10 év múlva is, és azért szerettünk volna egy emléket állítani, nem beszélve arról, hogy van a vakoknak is egy, a mozgássérülteknek is, csak pont az értelmi fogyatékosoknak nincs. És a másik az, hogy ez a fal, ez nem csak az értelmi fogyatékos, ez minden fogyatékos használhatja, sőt az értelmes gyerekek is ugyanúgy használhatják. És én láttam ilyen falat egyszer régen, még Svédországban évekkel ezelőtt, és gondoltam, akkor most már próbáljuk meg. És azért 2 éve harcoltunk ebben, hogy hogy lehetne megvalósítani, mint meg hát meg kellett találnunk egy olyan művésznőt, aki ezt meg is tudja csinálni. Nem és hogy sikerült Biankával találkozni? Majd elmondja Bianka, hogy hogy találkozott ebben a dologgal. Na, mesélj, Bianka! Hát ez egészen egyszerű történet. Jártam Nyíregyházára az egyetemre, művészeti képzésre, és az egyik tanárom egyszer megkeresett, hogy kellene neki egy olyan diák, aki rajzolna neki egy pár dolgot, amit elképzeltek. És az annyira jól sikerült ez a találkozás, hogy nem csak, hogy megrajzolhattam, hanem igazából együtt ötleteltünk, és akkor arra gondoltuk, hogy ha már ennyire benne vagyok, és ennyire értem, amit akarnak, és hogy így egyetértek a célokkal, akkor meg is csinálhattam ezt az egész szobrot. Úgyhogy igazából ilyen nagyon gyors ismerkedés után egyből belevágtunk az egész elkészítésébe. Tulajdonképpen ez a diplomamunkád is volt egyben? Igen, ennek a szobának a lehetősége, vagy az, hogy egyáltalán képes lenne majd így funkcionálni, ez volt a szobor, vagy ez a szobor volt a diplomamunkám, ez volt a választásom, és egészen szépen meg lehetett csinálni, így részleteiben menően megcsináltam az egészet. Már nem magát a szobrot, csak egy ilyen vázatot, hogy hogyan kellene, vagy lehetne, úgyhogy egészen sikeresen zártam azt az évet is. Ugye gyakorlatilag itt az emberi testet lehet letapogatni, megnézni, igen, szemrevételezni, úgyhogy ez egy életnagyságú, igen, alkotás, férfi és női testet is igen, látunk ezen az oktatófalon? Igen, első a nő, de nem sokára, vagy egyszerre, vagy egy kicsit később a férfival is ki fog egészülni. És milyen eljárással, hogyan készítetted? Ez egy papírmasé, de nem az a hagyományos, amit az ovikban vagy sulikban szoktak a diákok, hanem egy kicsit speciálisabb. Műanyag, illetve olyan újrahasznosított PET palackokból készült a váza, és arra került egy papírpép, illetve egy ilyen nagyon finom papírpép a felső rétegekre, az a bőre, és majd erre jön még egy epoxi gyantaszerű réteg, az lesz a védelme. És egyáltalán hogy tudtad úgy megcsinálni, hogy az tényleg élethű legyen? Tehát az ember ezt úgy képzelni el, hogy volt valaki, akiről levetted a mintát. Volt róla szó, meg próbálkoztam is veled, csak utána eszembe jutott, hogy nehogy támadható legyen, hogy végül mégsem szeretné, vagy nem vállalja föl, vagy ilyesmi miatt, és akkor ezért lett úgy, vagy ezért lett az a végeredmény, hogy akkor inkább mégiscsak az egészet én csinálom, ugyanúgy, mint egy bármelyik másik szobrász, ahogy elkezd egy szobrot. Tehát gyakorlatilag az emberi anatómiát, igen, ugye szem előtt tartva, vagy rajzokat végezve, méréseket végezve készült el. Ez mennyi időt vett igénybe egyébként? Vagy hát ha jól értem, még nincs készen van, az igen, alkotás. De hát elég sok időt igénybe vesz, főleg a száradás. Tehát ha hiába haladnék gyorsabban, vagy tudnám gyorsabban csinálni, rettentő sokáig szárad.
egy picit visszatérve arra a 40 évre, amit említett Zsóka néni, amikor biztos voltak olyan időszakok, hogy még nehezebb volt, és még kevesebb anyagi lehetőség, vagy esetleg pályázat állt mondjuk egy egyesület rendelkezésére, akkor is mindig folyt a munka. Tehát maga az elhivatottság, azt gondolom, hogy az az alapvető. Hogy tetszik megítélni mondjuk nemzetközi vonatkozásban, hogy állunk mi most a fogyatékos emberek érdekeinek a képviseletével, vagy hát a oktatásával? Most sokkal könnyebb, mint régen voltak külföldi kapcsolatokat tartani, hisz állandóan van levelezésünk, meg minden legújabb dolgot megkapunk, mi most is benne vagyunk egy ilyen amerikai autista kutató rendszerben, és minden cikket, ami megjelenik, elküldenek. Tehát jobban napra készen lehet lenni, mint régebben. De ugyanakkor sokkal nehezebb is volt a vírus miatt, és az volt az elképzelés, hogy majd a gyerekek gyűjtik a papírt hozzá az iskolába, hogy nők is legyenek benne. Na de hát nem lehetett ugye semmit sem, meg kellett állni mindennel. Hát majd lassan kész lesz. Ebben az évben biztos kész lesz, ugye, mert a 40 éves az, ez az év, és akkor... Tehát gyakorlatilag ez ennek a jubileumnak egyfajta megmutatkozása. Az, hogy a munka, illetve a gyerekek és a fogyatékos fiatalok szeretete, az folyamatosan munkában és lázban tartja Zsóka nénit, az annak egyik bizonyítéka, hogy még egy költözést is bevállaltak, úgyhogy az, aki az Új Évfolyész Egyesületet keresi most már a Búza utca 20 szám alatt találja, mert korábban ugye Nyíregyházán az Arany János utcán volt, és ott gondolom, hogy gyerekek fejlesztése is folyik ugyanúgy. Hát van, de most már kevesebbet vállalunk, meg inkább van felnőttek fele mentünk el, mert hiszen őnekik van a legnagyobb problémájuk, ma a munkára nevelés. És ha visszatekintünk a 40 évre, átnézzük a régi anyagokat, mert nagyon sokat foglalkozok most ilyesmivel, mindig a munkára nevelés volt a legnagyobb probléma. Már akkor is, mikor elindult az évfolyász, ezt tűzte ki célul. És ugye ezzel, hogy változik a technika, nem tud lépést tartani se az oktatás, se a munka lehetőségek megkeresése. Most ez a legnagyobb gond, hogy megtalálni, hogy hova lehet őket egyáltalán munkába helyezni. És ez nem csak nálunk van, ez egész világra jellemző. Zsóka néni, Bianca, köszönjük szépen, és hát várjuk majd a szobor leleplezésének időpontját, amiről természetesen mi is beszámolunk, és reméljük, hogy nagyon sokan majd meg is nézik a Kálai gyűjteményben, úgyhogy szívből gratulálunk. Köszönjük szépen, köszönjük. Hogy itt voltatok. Kedves nézők, nagy gondot kell fordítani a madarak itatására, itt a nyári hónapokban is. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Lássuk, hogy milyen praktikákat alkalmazhatunk, ha egy madárbarát kertet szeretnénk kialakítani. Most a cica szomját csillapítja a víz, eredetileg azonban madarak itatására és fürdőzésére lett kialakítva a kis kertitó. A nagy nyári melegben a madarak hűtéséről is gondoskodni kell, mindezt azonban szakszerű útmutatás alapján. Amikor ilyenkor nyáron itatjuk őket, akkor feltétlenül egybekötjük a fürdetést az itatással. Tehát nem túl mély itatóhelyet kell nekik biztosítani, hiszen abban esetleg bele is fulladhatnak, hanem akár megtesz egy 30-40 cm átmérőjű cserép alátét, amit ugye naponta újra töltünk és tisztítunk, vagy hogyha igényesebbek vagyunk, akkor természetesen akár egy kis tavat is lehet létesíteni. Fontos, hogy legyen benne mindig víz, a másik pedig, hogy legyen búvóhely a madaraknak a közelben, tehát ha lehet lehetőleg minél sűrűbb bokrok közé rakjuk ki, annál jobb, mert hogyha jön egy karvaj vagy jön egy macska, akkor el tudnak bújni. Arra azonban vigyázunk, hogy ne a macskának alakítsunk ki búvóhelyet, ahonnan támadni tud és meg tudja fogni a madarat, hanem a madaraknak legyen lehetősége menekülésre. Tehát inkább magasabb bokrok, amik sűrűbbek, de maga a föld közelébe ne legyen olyan sűrű hely, ahonnan tud támadni a macska. A madárbarát kert kialakításánál több szempontot érdemes figyelembe venni. Ha megoldott az itatás, a búvóhely és a madárfürdő folyamatos vendégei lehetnek kertünknek a kis jövevények.
Tudnék ajánlani egy könyvet, Madárbarátok nagy könyve, Orbán Zoltán írta, Madártan Egyesület szóvivője, illetve a Madárbarát kertre rá lehet keresni a Madártan Egyesület honlapján, ott 1000 tanácsot adnak, hogy hogyan lehet csábítani a madarakat. Például bogyós termésű bokrok, egyéb növények, vadszőlő és egyébnek a telepítésével. A nagyobb a kertünk, akár rakhatunk harkályfát, tehát egy olyan korhadtabb fát beállítunk a kertbe, amire rájönnek a harkályok, és a darázsgarástól kezdve, meg ami vonza a rovarokat, olyan növényt telepítünk, akkor a rovarokra megjönnek a madarak is. Tehát ez egy teljesen összetett dolog, nem csak a madarakat kell csábítani, a kertünknek kell egy olyan kis részét kialakítani, ahol kevésbé zavart, ahol sűrűbbek a bokrok, ahol valóban bogyók vannak, és akkor a sűntől kezdve minden más állat is meg fog jelenni, nem csak a madarak. A madárfiókák sokszor kiesnek a fészekből. Szakember szerint a buzgó igyekezet ellenére a fiókák mentése az esetek többségében teljesen felesleges. A madaraknak egy része, például a rigófiókák, a rozsdafarkúak hamarabb kiugrálnak a fészekből, mint ahogy megtanulnának repülni. És ezek nem kiestek, nem a madár mama hagyta ott őket, hanem ez egy védekezés, hogyha szanaszét ugrálnak, akkor a ragadozók egyet vagy kettőt megtalálnak, de a többi az fel tud nevekedni. Tehát jobb, mint hogyha bent ülnének a fészekbe. Most ha ilyen fiókát megtalál az ember, rögtön azt hiszi, nincs ott a szülő, hogy ezek elárvult fiókák, és teljesen felesleges hazavinni őket, mert hívó hang alapján ők keresik a szülőket, a szülők megtalálják őket, és etetik őket továbbra is, addig az 1-2 hétig, amíg teljesen röpképesek nem lesznek. Másik kérdés az, hogyha kiesett madár valóban, tehát csupasz, vagy éppen tokosodó madárfiókát találunk, akkor is a lehető legjobb, hogyha megkeressük a fészket és visszarakjuk, bár az esetek többségében itt sem véletlenül esnek ki. Legtöbbször a gyengébb, vagy felesleges, meg kevés az élelem, feleslegesnek tartott madárfiókat kilökik a szülők, és ha visszarakjuk, megint ki fogják majd lökni. A harmadik dolog pedig, hogy elvileg nem is tarthatunk magunknál védett madarat. Tehát ezek a madarak, még a mezei veréb is, meg a cinke is, ezek mind-mind eszmei értékkel rendelkező védett madarak, csak szakember tarthatja őket hosszú távon. Tehát addig, amíg megmentjük, vagy eljutatjuk egy illetékes embernek, addig lehet nálunk a madár, de hosszú távon felnevelni őket nem nagyon lehet. És utoljára még az a fontos, hogy ezek a madárfiókák, amit kézzel felnevelünk, tehát emberhez szoknak, sokkal sérülékenyebbek. Tehát hiába repülnek el, hiába gondoljuk azt, hogy na most megmentettük őket, szinte a biztos halál vár rájuk. A szülők meg tudják nekik mutatni, hogy mit tegyenek, mit ne, mitől féljenek, mitől ne féljenek, de mi nem tudjuk megmutatni, hogy előbb-utóbb egyébként is 10 fiókából egy, ami következő telet vagy a tavaszt megéri. Tehát nagyon-nagyon kevés az esélyük arra, hogy felnőjenek, hiszen tapasztalatlanabbak, mint a felnőtt madarak. Ez akkor is így van, amikor a saját madárszülője neveli fel. Na most, ha ez az ember neveli fel, akkor még kevesebb az esély rá, tehát a lelkünknek jót tett, úgy gondoljuk, hogy jót csináltunk, és ugyanakkor meg túl sokat ez a természetben nem számít. A szelekció, a kiválogatódás működik. Ötödik alkalommal rendezik meg Nyírbátorban a Dragon Race-t, vagyis a sárkányfutamot, amely egy extrém akadályokkal tarkított terepfutóverseny. Itt nem csak az erő, hanem az ész is számít. A stúdióban Margitit Zoltán, szervező, a Dragon Race Egyesület elnöke. Szia Zoli! Hello! Hát bizony, ugye, mert ezek azért elég trükkös akadályok, tehát nem elég, ha valaki nagyon gyors, hogyha a fejben nincs meg a terep, akkor nem biztos, hogy ő lesz a legjobb. Ez a versenycsalád ugye ezt hozza magával, hogy nagyon ügyesnek és okosnak is kell lenni, mert egy-egy feladathoz odaérkezés, ez nem mindegy, hogyha erős vagyok, hogyha egyszerűen csak egy egyensúlyi helyzet van, és abból kibillenek, leesek, akkor büntetésre kell számítanom. Tehát ezért mindenféleképpen szüksége van az észre is az embernek, nem csak az erőre. Viszont nektek most már tapasztalatotok is van, hiszen ez már az ötödik ehhez hasonló verseny, úgyhogy gondolom, hogy már tanultatok az előző évek esetleges nehézségeiből. Mire számíthat az, aki most augusztus 7-én ott lesz Nyírbátorban? Kell-e valamiféle előzetes regisztráció, vagy tárt szárnyakkal vár mindenkit a szervezőcsapat? Mindenki tártkarokkal várunk nyilván, ugye 0-tól 99 éves korig hirdettük a versenyünket, mert ez gyakorlatilag mindenki meg tudja csinálni, itt csak az idő és az ereje szabhatja meg a határokat. Ezért van gyerekfutamunk, van felnőtt futamunk, sokan érkeznek hozzánk táborokból, akik sérült gyerekek, jönnek dankórosak,
a Damján táborból tutor alapítványosok, tehát sok gyereket támogatunk, illetve egyesületeket. Tehát a feladatunk ez is, mind a mellett, hogy versenyeztessünk, és úgymond a prokategóriás, az elit versenyzőket is megméressük ezen a versenyen. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy ez az ötödik versenyünk, de minden év egy új év. Ugye az elmúlt két évben is tudtunk versenyt rendezni a pandémia által, illetve miatt. Azokat egy picit máshogyan kellett prognosztizálnunk. De azt tudom mondani, hogy nincs két egyforma év, nincs két lehetőség, nincs két ugyanolyan dolog. Tehát minden év új, mindig új dolgokat kell, és minden évben vannak új akadályok. Tehát minden évben új kihívásokat támasztunk a versenyzőknek. Az, hogy gyakorlatilag az életkori határokat és a képességbeli határokat is ilyen módon kitoltátok, szerintem az nyilvánvalóan egy nagyon szép gesztus is, hiszen mindenkinek megadjátok a lehetőséget a sikerélményre, vagy a saját korlátainak a kitolására, vagy esetleg csak az önmaga erejének a megmérettetésére. Gyakorlatilag nyilván egészen más a cél mondjuk egy sérült gyerek esetében, meg egy pro kategóriás versenyző esetében. Mit jelent ez például a szabályok esetében, ha mondjuk egy sérült fiatal áll rajthoz? Ha egy sérült fiatal áll rajthoz, akkor őt általában kísérők kísérik, segítik, mint általában gyerekfutamos gyerekeket. Tehát a gyerekekkel mennek a szülők, vagy azok a kísérők, akik felvezetik a pályát. Nekik egy egyszerűsített pálya van, ahol csak mászni, kúszni kell, és jól össze tudják magukat saratni, mert itt ez a lényeg. Tehát, hogy mindenki saras lehet, és anya sem bántja őket, és utána jogosan mutathatja az élet. Sőt, marha nagy dicséretet kapnak ezáltal, hogy most ügyes voltál, és sarazhattál. És ugye ezekre a gyerekeknek külön oda kell figyelni, illetve minden egyes olyan gyerekre, aki sérült, és aki nem arra is, mert ugye azért ezek magasra kell azért mászni, veszély is lehet benne, tehát ezért a kíséret mindenféleképpen fontos. Illetve itt aláírnak ugye egy felelősségvállalási nyilatkozat, amiben a szülő beleegyezik, hogy igen, eljöhet a gyerek, és ott van vele, és vállalja a felelősséget, tehát azért ennek komoly feltételei vannak. A prokategóriás versenyzők, akik pedig úgymond az elit versenyzők, vagy akik oda szeretnének tartozni, vagy egy olyan megmérettetésre vágynak, akik már nem csak egyszerűen föl tudnak mászni a dolgokra, hanem gyorsak is. Nekik a pálya egy kicsit más, egy kicsit hosszabb, egy kicsit nehezített akadályokkal vannak, mint mondjuk a normál futamos versenyzőknek. Ott gyorsan átszereljük a pályát, ezért van köztebetét futamunk. Ez a bizonyos 7 kilométeres pálya, ahol 40 akadály lesz? Vagy nem, pedig ez a jótékonysági futamnak? Nem, a 7 kilométeres pálya az a normál futamunk, az open futam. Tehát ott azok jelentkeznek rá általában, akik élményt szeretnének szerezni, és el tudja mondani, hogy elindult ebbe az irányba, és meg tudta csinálni, egy jó közösségben van benne. És van a pro kategória, az most 10 pluszra van hirdetve, az olyan 12 kilométer lesz most, és őnekik a fizikai határaikat sokkal jobban feszegetjük. Mondjuk milyen nagyon nehéz állomás lesz? Vagy például, ami rettentően nehéz ezekben az akadályokban, tehát vannak úgynevezett multiringek, ami több elemnek a kompozíciója, tehát több mászós, kapaszkodós elem van, ahol több fogásnemet kell alkalmazni. És ez nem feltétlenül kell magas akadályra gondolni, lehet, hogy a földtől csak 20 centire kell megtartani a testét, de azt mondjuk 10-12 méteren. Uh-huh. És mindig más fogásnemet kell, hogy eljusson a végére, és azért ez elég embert próbálunk, mikor egy 140-150-es pulzussal odaérkezik a versenyző egy-egy ilyen akadályhoz, és még azt meg kell tudni oldani, mert ha elrontja, ugye ezeknél a versenyszakáknak büntető feladat van. Tehát az nem elég, hogy elrontottam, hanem akkor büntetésül valamit csinálnia kell. Nálunk egyéb szakágakhoz képest ugye ez az OCR versenysorozatban ott burpee-tetnek, tehát az 30 darab ötütemű fekvőtámaszt kell csinálni. Nálunk nincs ilyen, mert az nem mérhető, tehát az egyénre van bízva, szerintünk az nem mérhető, ezért külön büntető kört kell csinálni, mint mondjuk egy sportlövészetnél, vagy bármelyik egyéb szakágnál, tehát el kell menni, és valamit még pluszba teljesének tennie kell, ami hosszabb időt vesz igénybe, mint maga a feladatnak a végrehajtása, tehát mindenféleképpen büntetjük. Most hogy lesz ez 7-én? Te ugye szervezőként ott kell, hogy légy mindenhol, de előtte végigcsinálod a pályát, vagy akár közben is? Persze, ez a pálya ugye ez úgy épül föl, hogy ezt csütörtökön mi már készre állítjuk a pályát, le vannak zárva a pályazárak, az útzárak, és akkor azt mi ezt 4-5-ször befutjuk, hogy körülbelül mennyi idő kell rá, milyen akadályok vannak, miket rontottunk el,
mert még ez is benne lehet, hogy esetlegesen nem jók az irányok, eltévedhetnek az emberek. Vannak itt olyan versenyzők, akik notórius eltévedők, bármilyen szakágról legyen szó, és mégis képesek eltévedni több kilométer szalagozás nyomán is, és ezeket végigjárjuk, és természetesen mi is megcsináljuk, hát ez persze, hát ez nekünk is kihívás, mint ahogy én is elmegyek más versenyekre tanulni, illetve versenyezni, ezáltal én is a saját versenyemet végigjárom, de maga a verseny ideje alatt nincs rá mód és lehetőség, tehát ott kell lenni, hogyha bármi ott kell lenni a szerem mindenhol, minden akadálynál. Zoli, ahogy úgy nézegettem, augusztus 7-e körül már nem lesz ez a bődületes meleg, de azért még kellemes idő lesz, úgyhogy lehet, hogy ideális lesz a versenyzőknek, illetve hát a családi programokhoz, mert ahogy látom, itt happarti lesz, Tom Petty koncert, tehát nem csak küzdeni lehet, hanem egy kicsit lazítani is majd, hogyha megvan egy-egy... Én az égiekkel beszéltem, és meleg lesz, jó idő lesz, ugye elég sok segédprogramot intéztünk, ugye itt a Tom Petty koncert, a gyerekeknek lesz triál bemutató, a happarti, amire mindenki vágyik, és ugye a tűzoltók csak ezért jönnek, hogy meg tudják oldani ezt nekünk, bár ezeknek a versenyzőknek, akik ide eljönnek, teljesen mindegy, hogy milyen körülmények vannak. Tehát a téli versenyre a mínusz 20 fokba is eljönnek, a nyári versenyre a plusz 40 fokba is eljönnek, de nyilván szeretnénk egy olyan családi programot kínálni, aki elkíséri a gyerekét vagy a családtagját, hogy ez mindenféleképpen élvezhető legyen. És ugye még éjszaka van egy fantasztikus éjszakai fürdőzésünk Retro DJ-vel, úgyhogy azért én azt gondolom, hogy jó lenne, ha jó időnk lenne. Jó buli lesz, Zoli, köszönjük szépen, hogy itt voltál, sok sikert! Kedves nézők, egy rövid programajánló után az Orpheum Madams egyik énekesnője, Nyomtató Enikő érkezik hozzánk. A zenekar július 31-i koncertjéről beszélgetünk majd a következő percekben. Békebeli dallamokat tolmácsol a nyíregyházi Orpheum Madams. Három énekesnő és egy öttagú zenekar kelti életre a füstös jazz kocsmák izzó hangulatát. Július 31-én a Színbád pódium színpadán várják a jazz és a swing szerelmeseit. A stúdióban Nyomtató Enikő színművész, a zenekar egyik énekesnője. Szia Enikő, jó estét! Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Hát egy kicsit parnább lennél, az ez a haj költemény, amelyet viselsz, akkor abszolút egy ilyen afro-amerikai ősöket feltételezni. Mesélj egy picit arról, hogy hogyan készültek, ugye most már tényleg itt holnap után színpadra álltok. Igen, nem hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem vagyunk tele izgalmakkal, ugyanis hát azért csak eltelt két év azóta, mióta nem voltunk így mond színpadon, és nekünk is furcsa lesz ez, hogy egyáltalán van egy ilyen féle önmagunkkal szembeni megmérettetés, hogy tudunk-e még létezni úgy, hogy néznek minket, és akkor ez kevésbé zavaró tényező már jó értelemben a mi szemszögünkből, meg hát, hogy a fogadtatás is megint csak egy kicsit ilyen izgalmas, hogy mennyire vagyunk elfelejtve, mert ugye nem volt a zenekarunknak annyira sok ideje arra, hogy úgy igazán befussunk. Szóval, hogy ilyen izgalmakkal tele vagyunk, meg ugye vannak új dalok is, amiket igyekeztünk egy picit a repertoárba belefrissíteni, úgyhogy vannak olyan területek is nyilván, amik koncentrációt igényelnek, figyelmet igényelnek. A gyümölcs beérés az folyamatban van. Én azt gondolom, hogy egyébként ezt a gyümölcs beérést most segíti maga a hely és annak a szelleme, ugye a Színbád, amire már magára az épületre is sokan kíváncsiak, hiszen hosszú időszakon keresztül csak azt láttuk, hogy épül-szépül, és hát ugye ott azért mi szemszájnak ingere minden van, mert a kultúra mellett azért a gasztronómia is megjelenik majd, úgyhogy hogy kell majd elképzelni ezt a koncertet úgy, hogy közben esetleg vacsorázni is lehet, vagy csak iszogatni? Igen, nagyon jó az elképzelés, tehát valószínűleg tehát mi is amennyit így felmértünk a helyzetben, mert még ugye nem voltunk így ebben a koncepcióban fellépni,
A hely az természetesen remekül adott ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát, a székek azok kényelmesek, azokat már kipróbáltuk. Reméljük azt is, hogy nyilván a jó szakmai segítségnek köszönhetően az akusztikai része is remekül meg lesz, profi szinten meg lesz oldva. És igen, tehát hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy a kedves nézők, akik igénylik azt, hogy belekóstoljanak egy picit a gurméságokba, meg az asztronómiába, így egy picit tehát étkezhetnek is természetesen. Mutasd már be a zenekart, csak azért, hogyha valaki esetleg még nem most költözött Nyíregyházára, vagy nincs képben. Az Orpheum Madams zenekarról beszélünk, ez egy 8 tagú zenekar. A jazz standardek, meg sanzonok, kuplék, valamint swing zenei világát próbáltuk így összefogni az elmúlt időszakban. Hát próbáljuk egy picit nyilván a kultúrát is ezáltal megismertetni a zenevilágot az új nézőkkel, a régi nézőkkel, akik még nem ismerik ezt a zenei világot. Három énekesnő van benne, történetesen kettő hölgy közülünk ugye színészként létezik elsősorban az életben. A harmadik énekesünk Maródi Timea, aki hát a Vidám Manóknak is az egyik fő oszlopos tagja, meg a Szívti Prolnak is már ősidők óta az oszlopos tagja. Dézsi Darinka a másik kollégám, aki énekesként részt vesz ebben a zenekarban, és a fiúk természetesen az öt fiú, egy bőgősünk van, aki Simon László, egy klarinétusunk, aki Ignác László nevezetű úriember. Van két új tagja is egyébként a zenekarunknak, ami egy nagyon izgalmas időszakot tud magáénak. Volt egy dobos kollégánk is, aki elhagyta a mi pályánkat, és akkor új izgalmakkal tele voltunk, hogy akkor lesz-e ki lesz új. A dobosatok? Igen, meg egy új zongorista is került a zenekarunkba, ami Horányi Tamás. És hát nyilván örülünk annak, hogy így a jazzes világot egy picit tudjuk dúsítani azzal, hogy új hangszerek, új tehetségek kerülnek bele a zenekarba, és ettől még élvezhetőbb tud lenni a műsor. És hát remélem, hogy az, amit én belül érzek, tele van szeretettel és jó kedvel, bőséggel, úgyhogy mi lesz a kedvenced, amit a lehető legnagyobb szívvel énekelsz majd, bár én tudom, hogy mindent, de... Igen, ez jogos a kérdés, mert mindig az élethelyzetek ugye azok, amik az embernek kedvenceket csinálnak, akár egy szín is, és akár egy zene is, egy dal. Nekem most Ella Fitzgeraldtól van a Misty című dal, ami, hát hogy is mondjam, most hogy lefordítom magyarra, elhagyva, egyedül, picit figyelj rám témát boncolgat. A dalt magát is nagyon szeretem, és nyilván a témája is most nagyon közel áll a szívemhez, úgyhogy az egyik kedvencem. Ami szerelmesebb és egy ilyen érzelgősebb dal, ha mondhatnám ezt. Na hát nagyon kíváncsi vagyok, tényleg egy ilyen kellemes, forró, nyáreste, füstös hangulatban, finom ízekkel, tehát ez egy nagyon felkavaró este lehet, úgyhogy akinek nincs szombatestére programja, és kíváncsi rátok, illetve csak egyáltalán kíváncsi az életre, meg a világra, igen, meg az saját érzelmeire, hogy milyen húrokat mozgat meg benne mondjuk egy-egy ilyen örökzöld, mert azért ugye valaki úgy gondolja, hogy ó, hát én nem vagyok annyira a swingben otthon, vagy a jazzben, de amikor ezek a klasszikus melódiák felcsendülnek, biztos, hogy mindenkinek van valamilyen élménye, ha más nem, akkor rádióban hallottam. Így van, pont ezt akartam mondani, hogy ugye nagyon sokan megijednek attól, hogy jazz. Az elején én is úgy voltam, én nem voltam egy jazz zenekedvelő, és amikor rájöttem, hogy maga a jazz az mi is, és hogy ki képviselik Ella Fitzgeraldtól Duke Ellingtonig, tehát hogy tényleg az ember sokszor nem is tudja, hogy kiket hall, és rájön arra, hogy egy életérzés, egy gyerekkori pillanat bejön ennek köszönhetően. Nagyon szép dolgok tudnak történni, és nem kell félni senkinek attól, hogy unalmas lesz, mert úgy gondolom, nem csak minket tisztelnek meg a nézők, a hallgatóság azzal, hogy eljönnek, hanem önmagukat is azzal, hogy eleve zenét hallgatnak. Legyen az bármilyen, én úgy gondolom, hogy az a lelket azt mindenképp meg fogja tölteni valamilyenféle jó érzéssel. Igen, hát kell, hogy az ember megajándékozza magát azzal, hogy megérintse akár a zene, igen, akár egy íz, vagy ennek a kombinációja. Enikő, olyan szerencsés vagy, hogy a munkád szerintem a szenvedélye, de lesz pihenés azért a nyáron? Eléggé szét van darabolva egyébként a nyaram, most pont így összeraktam az életemben, hogy haza szeretnék nyilván menni Erdélybe is a szüleimhez, és azt augusztus végén tudom kivitelezni, mert hála a fennmagasságosnak mindig van valami icipici mozgalom most.
aminek természetesen nagyon örülünk. Vannak fellépéseink is, ugye az Orfeum Madame-szal most a Vidor Fesztiválon is sikeres eredményeket értünk el, hogy fel tudunk lépni 28-án a Vidor kertben, aztán lesz természetesen a Bencsvillában is egy fellépésünk 24-én, augusztus 24-én, aztán Kunhegyesen is leszünk 20-án, aztán természetesen a színházzal is mozgásban vagyunk, például holnap után megyünk a Funny Girl című előadásra Szentevajk rendezésében Szarvasra a Vízi Színházba, úgyhogy zajlik az élet. Nyaralni nem mentem el, de most úgy fogjuk fel, hogy ez is egy nyaralás. Ezért nem vagyok lebarnulva. Majd dübörög az élet, meg az érzelmek, úgyhogy Enikő, köszönjük szépen, hogy itt volt. Én is nagyon köszönöm. Hát kedves nézők, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Tegyék ezt a jövő héten is. Kívánunk Önöknek nagyon-nagyon kellemes hétvégét, szép hétvégét, sok-sok élménnyel, és várjuk Önöket ide a jövő héten is a Weekendbe. Minden jót kívánok kollégáim nevében is. Viszontlátásra! Thank you.